Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Ha egy hétig használok egy autót, jellemzően egész jól el tudom dönteni, hogy kéne vagy nem. Viszont most már egy hete járok a Volkswagen ID Buzz-zal, és még mindig nem tudom eldönteni, hogy kéne vagy nem. Ezért most olyat fogunk játszani, hogy felsorolom az összes dolgot, amit szeretek benne, és az összes dolgot, amit nem szeretek benne, a videó végén pedig ti fogjátok eldönteni, hogy kéne vagy nem. Amit a leginkább lehet benne szeretni, az a design. Hát nézzetek rá erre az autóra. Igazából most már, amikor az utolsó Yaris is úgy néz ki, mintha meg akarna késelni egy sötét sikátort, mert minden ilyen agresszív, meg támadó, meg arcodba mászó, annyira jó látni egy kedves design. És ez a kedves design ez azért van, mert ez az autó egy az egyben a T1-est, vagyis a Hippibuszt mintázza. Ránéztek, a sziluett, az arányok, minden kiadja a két színű fényezés. Csodálatos, meg még ezek a kis, hát imitált légbeömlők, erre ugye régen azért volt szükség, mert hogy ez egy farmotoros jármű volt, ez most nyilván egy elektromos autó, tehát ez jelentéktelen, de akkor is egy nagyon kedves visszatekintés. Amúgy József Kabany munkája a formaterv, aki hát volt egy kis kitérője a Rolls-Royce-hoz, de sokat dolgozott a Volkswagen koncernek, például ő alkotta a Lupót, de ami ennél is érdekesebb, hogy ő csinálta a Veyront is. És a kedves dizájnba beletartozik még egy csomó-csomó apróság. Tehát itt van például ez a kis szerelőjárat, amit ledugóztak, és egy kacsintó smiley-val dugózták le. De itt van például ez a kivehető középkonzol is, amire ide, nem hiszed el, felraktak egy világtérképet. Na most, ha ebbe egy 2 literes TDI lenne, tökre alkalmas lenne a világjárásra, de így elektromosan azért nem ez a fő terepe. Viszont nem érnek véget a jópofaságok ideben, mert hogyha az ember tovább mozog a jármű hátulja fele, akkor itt az amúgy egyáltalán nem szerény méretű csomagtartóban van például cuki busz belenyomva ide a kárpitba, és ugye ez itt nagyon puha, ami nem azért van, mert hogy a csomagjaink azok nagyon kell nekik a kényelem, hanem azért, mert lesz belőle 7 üléses változat, nyilván ez a 2 hátsó utas könyöklője lesz. Sokan amúgy ott rontják el, hogy a Buzz-ra, az ID Buzz-ra egy elektromos transporterként gondolnak. Pedig nem. Ez az autó méreteiben inkább a Charanhoz van közel, tehát egy jól megtermett egyterű. Ez egy MEB platformos autó, tehát ugyanarra épül, mint mondjuk az ID 4, az ID 5, tehát megkapjuk a csodálatos kezelőfelületet is, ami hát valamit reszeltek rajta, de még mindig nem igazán gyors, bebe akad, de mindenek előtt borzasztó vele bármit is csinálni. Most például gondoljatok arra, hogy az ember mondjuk egy hideg reggelen beül és ülésfűtést akar tenni. Itt a két ülésfűtésikon. Gondolhatnánk azt egyszerű userként, hogy megnyomjuk itt ezt a gombot, és bekapcsolja az ülésfűtést. De nem! Bedob egy almenübe, ahol bekapcsoltam az ülésfűtést. A két ikon az egymástól nagyjából 25 mm-re van, nem tudom, hogy miért kell ehhez almenübe lépkedni. És nyilván nem esik le a karika gyűrű az ujjamról, meg nem törik el a karom, hogy ezt meg kell tenni, de amíg itt nyomkorászok, addig súlyos-súlyos métereket teszek meg úgy, hogy nem az utat nézem. Ezért halakszom a leginkább erre a rendszerre, mert egy csomó mindent kell vele úgy csinálni, hogy elvonja az ember figyelmét a vezetésről. Aztán itt van ez a csodálatos hangerőszabályzó. Na most ez itt egy ilyen tologatós izé, ami álló helyzetben tökéletesen használható, mint egy laptopnak a tapipadja. Ellenben, amikor az autó megy és zörög és ütődik, akkor borzasztó. Ugyanez a problémám a levegőhőmérséklet állítóval is, mert ez az egyetlen dolog, amit el tudunk itt érni, minden máshoz be kell lépni a klíma almenübe. Miért? Én nagyon rosszul tájékozódom, szükségem van a navigációra, minden egyes ellépés a navigációs felületről az én halálom esélyét növeli, mert véletlen Timbuktuba kötök ki. Miért kell ezt? Miért nem lehetett még ide rakni legalább ilyen tapizós vackot, ha mindenképpen ilyet kell, amivel tudom szabályozni a befújást? Na de mindegy is. Felmerül a kérdés, hogy hogy kapcsoljuk be a szélvédőfűtést, vagy a hátsó szélvédőfűtést? Kitaláltad? Nem a klímamenüben, hanem itt. A bal térdemnél, a fényszóló kapcsolóknál. Nem értem. Tehát itt jól megszokott helyen van minden autóban itt középen, miért itt kapcsolgatom a szélvédőfűtést? Érthetetlen. Szintén ide tartozik még az is, hogy itt van ez a remek tükörállító gomb. Ugye ennek jellemzően 3 állása szokott lenni. Tükörfűtés, jobb tükör, bal tükör.
Na, ez most végtelenbe forog. Addig tekered, amíg akarod, és az a baj, hogy nem tudod, hogy mikor mit csinál. Tehát lenyúlsz, hogy tükröt állíts, és becsukod a tükröket városi forgalomban, mert nem tudod, hogy hova áll a kurzor. És lenézel, figyeled, igen, jobb tükör, de ha rásüt a nap, akkor nem látjuk, hogy az a jobb tükör, tehát az ember tekeri tovább, mint az állat, és nem történik semmi, mert most bekapcsoltam a tükörfűtést. De legalább itt nem szivattak meg az ablakemelő kapcsolókkal, mint az ID4-ben. Tehát a Volkswagen, aki nagyon magas szinten műveli az ergonómiát, nem tudom, hogy futhat bele ilyenekbe. Amit még szintén imádok ebben az autóban, az, hogy kvázi nincs fordulóköre. Ugye ez egy hátsó kerékhajtású modell, tehát az első kerekek kitérését nem gátolja a féltengely. Nézzétek csak! Kitekerem a kormányt, és a jármű hiába 4,71 m hosszú, hiába 2,89 a tengelytáv, kevesebb, mint 11 méteren megfordul. Nézd meg! Itt ringlispirzelem az operatőr kollégát. Mennyire zsír, tényleg? Ennél már csak akkor fordulna jobban, hogyha egy targonca lenne. Egészen nevetséges. És emiatt amúgy, most nyilván ez egy nagyon jó parti trükk a haverok szórakoztatására, de ezzel az autóval parkolni maga a mámor. Éljen a hátsó kerékhajtás. Egy újabb indok, hogy miért ez az igaz út. Amúgy vannak kidolgozásbeli problémáim is. Például képzeld el, hogy kifizetsz ezért az autóért, mármint ezért a konkrét példányul, 39,9 millió forintot. És akkor minden egyes ajtónyitásnál ezt kell itt nézned. De most én bízom benne, hogy ez nem hegesztés, hanem tömítőanyag, de tényleg ezért az azokat kiszoktuk röhögni. És az a baj, hogy nem ér itt véget, mert itt van ez a csodás kétszínű fényezés, aminek 1 millió 870 ezer a felára, és ha megnézed itt az ajtónál, akkor olyan, mintha valaki ecsettel kente volna be. Mintha nem lett volna rendesen kimaszkolva, vagy nem tudom. Borzasztó. És tudom, a francért nézegetem az ajtó belső falcokat, de könyörgöm, ez egy nagyot nyíló ajtó. Látom. Mindig. És az is probléma, hogy itt ez az irgalmatlan méretű beltér, amivel tulajdonképpen semmit nem tudunk kezdeni. Mert tényleg ez az autó akkora, olyan széles, hogy van még külső karfa is az első üléseken, mert a kisebb tervetű emberek könnyöke egyszerűen nem éri el az ajtót. Viszont ezen a hátsó padon például nem tudunk berakni 3 gyerekülést egymás mellé, mert egyszerűen nem foglalkoztak vele. Tehát egy kicsit azt érzem, hogy ezen az autón még úgy dolgoztak volna 1,5 évet, hogy igazán jó legyen, de nem, meg kellett jelennie. Tessék, tudom dologatni, tudom dönteni, és hogyha ledöntöm síkba, akkor itt akár egy ágyat is ki lehet alakítani. De ennyi! Tehát nem tehetem meg például azt, hogy kikapom ezt az ülést, vagy kikapom azt az ülést, ami tök hasznos lenne mondjuk, hogyha oda ültetnénk egy embert, de meg beállítanánk egy biciklit, vagy egy rotakapát, vagy bármit. Tehát kapunk egy nagy dobozt, amin azt kéne, hogy eladjon, hogy nagyon jól variálható, és semennyire sem variálható. Itt ki lehet venni a középkonzolt, amit előbb már mutogattam, és nagyjából ennyi az összes hasznos funkció, az amúgy tényleg hasznos, hogyha mondjuk hátul ül a gyerek, és anyuka mondjuk a pirosnál hátra akar hozzájönni, akkor ezt könnyedén megteheti, de ezeket az egyterűeket azért szeretjük, mert variálhatóak korlátlanul. Ez meg nagyjából annyira, mint egy Golf, csak hát háromszor annyi benne a hely. Pedig amúgy vannak okos megoldások, jó, mondjuk azért tálcát már láttunk párat, talán olyat is, ami ennél jobban tart, de például simán bedobhatjuk ide a telefonunkat, így, hogyha babamonitornak akarjuk használni. Aztán én nagyon szeretem, hogy a középkonzolnak a határolóiból az első az egy sörnyitó, tényleg, hogyha a haverok söröznének útközben, a középső pedig egy jégkaparó, tényleg. Lehet vele kapirgálni a jeget, nem mint nagyon kéne, mert amúgy van szélvédőfűtésünk, de hát kinek mi, és mutatnám a világ legnagyobb pohártartóját. Tényleg, ezen nagyjából meg tudnék állni, meg még egy ember, meg bele tudnánk rakni sörös riglit, elég súlyos méret, és szügyig van rakva az autó USB kapukkal, természetesen most már C-vel, tehát itt az indukciós töltőn van 2 USB-C, ott az ajtón 1, és még a 2 hátsó oldalajtón is. Összesen azt hiszem 45 wattot tud kiadni, tehát például egy M1-es MacBookot még akkor is ellátsz árammal, hogyha nagyon vagdalsz rajta és éppen sok áramot fogyaszt. Ilyen szempontból jó az autó, ezeket az ötleteket kellett volna tovább vinni. Talán ha lett volna még idő a fejlesztésre. Ebben az autóban azt tetszik a leginkább, hogy egy kicsit azt érzem, a Volkswagennél valakinek még van vérkeringése. Mert ezzel jó menni. Nem úgy jó menni, mint mondjuk egy sportautóval, vagy egy nagy limuzinnal, de azt ugye már jó sokszor átbeszéltük, hogy egy autónak nagyon sokféleképpen lehet jó a vezetési élménye.
itt a vezetés élményét az irgalmatlan térérzet adja meg. Nyilván jóval 2 tonna fölött van a súlya, 2,4, ha jól emlékszem, meg hát nagy is, irgalmatlan nagy tényleg. Itt azért már el kéne a légrugó, hogy ez az autó tényleg sima tudjon lenni, de hát akkor nyilván nem 28 millió lenne az alapára, hanem mondjuk 32-34. Furcsa kimondani ezt így egy 40 milliós árazás környékében, hiszen az extrákkal terhelt ár az nagyjából 40 millió forint, de meg kell húzni valahol a határokat, és sajnos a légrugó az már nem fért bele. Ellenben, ha valahol jó az út, akkor ez annyira nem is fáj. Nagyon durván lent van a súlypontja, hiába ülünk magasan, emiatt egész szombosokat lehet vele kanyarodni. 265-ös hátsó gumi van rajta. 21 szor átmérő, 265 szélesség. Nem is olyan rég, ez még Porsche 911 méret volt. A vezetés támogató rendszerek amúgy tök jól működnek, 10-ből mondjuk 8-szor, aztán van olyan, hogy teljesen indokolatlanul belefékez, de amikor az van, hogy az ember robotpilótázik országúton, már hogy így nyilván bekapcsolja a sávtartást és a tempomatot, akkor nagyon békés, nagyon megnyugtató tud lenni, nem nagyon hibázik. Inkább akkor vannak problémák, amikor lassú manőverezésnél mondjuk egy belógó faágra azt hiszi, hogy úristen, az valami szilárd tárgy, és az autó kíméletlenül lesatúzik. De amikor a 2,3-4 tonnás autó beleugrik a fékbe, és 10 centin állsz meg 20-ról, az nagyon fáj. Ami nagyon hasznos funkció még, az adaptív visszatermelés, figyeli a környezeti körülményeket az autó, és ahhoz állítja a rekuperációt. Tehát, hogyha a GPS alapján tudja, hogy kanyarjon, akkor visszalassít annyira, hogy biztonsággal be tud venni, ezzel is rekuperálva, ha az előttünk menő lassít, akkor nyilván fékeztet, ez ugye egy radaros tempomat funkció, ilyet azért már ismerünk évtizedek óta, de az mondjuk egy nagyon hasznos dolog, hogy amikor egy körforgalom közeledik, és be van kapcsolva a sebességtartó, akkor az autó szépen elkezd lassítani, úgyhogy a lehető leghatékonyabb legyen a visszatermelés. Ezek olyan dolgok, hogy az ember megszokja, mert jó, tényleg jól működik, és amikor visszül a saját autójába, akkor az első pár kilométeren majdnem összetöri magát. Higgyetek el, próbáltam. Nyilván nem tépi le a fejünket, tehát ez a 200 pár lóerő, ez így a magabiztos mozgás az elég, a nagy lámpától való alázásokra nem, de úgysem a lámpától való olázásokkal fogjuk elkápráztatni a közönségünket, hanem ezzel a fordulókörrel. Én most már lassan 2 hete járok ilyen ID-be azzal kisebb megszakításokkal, de a fordulókör az, amit nem lehet megszokni, és bármilyen autóba visszaülni ezzel a fordulókörrel, hát az csalódást keltő, mert hogy semmi nem fordul így, mint ez, főleg ebben a méretosztályban. Talán az S-merci, de hát az ugye összkerék kormányzású. Nagyon függ a fogyasztás a domborzattól és a tempótól, nagy a homlokfelület, nagy a súly. Én elmentem Tapolcáról Kőszegre, ez egy 100 pár kilométeres út, odafele, mivel föl kellett másznom az Alpok aljára, 20 kWh-t fogyasztott az autó, betartva a közlekedési szabályokat. Hazafele ugyanez a táv, csont ugyanazon az útvonalon, ugyanúgy 90-es és városban 50-es tempóval, 16,5 pár kWh volt. Nyilván városban még le lehet ez alá is menni, de olyankor az ember már mozgó forgalmi akadályt képez. Inkább azt a 350 kilométert mondanám stabilan, bármikor elérhető hatótávnak. Az, ami mindig rendelkezésünkre áll feltöltött taksinál. Tehát azt gondolnám, hogy amikor beleülök ebbe a kényelmes, dupla karfás, érted? Annyira nagy az autó, hogy itt is van egy könyöklőd, meg itt is. Ha beleülök ebbe a dupla karfás, azért akkor ebből olyan 800 kilométert nem akarok kiszállni, hát nyilván a villanyautó ezt sajnos nem tudja megtenni, de valahogy ezzel együtt is egy mosolyt keltő élmény az egésznek a használata. Beleülsz, és jól érzed magad, vidámak a színek, vidám a beltér, látsz körbe, mint aranyhal az akváriumba, és egyszerűen jól érzed magad attól, hogy mész vele. Nem tudom azt mondani őszintén, hogy megéri, de vastagon kéne. Nem éri meg, de kéne. Nézd a fordulókört, így elkanyarodunk derékszögbe, aztán vissza. Nagyon para. És egy utolsó, nem szeretem jellegű dolog, amiről beszélnünk kell, hát azok a költségek. Ahogy arról szó volt, hogy ez a konkrét autó itt a hátam mögött 39,9 millió forint, és itt most egy picit puskáznom kell, mert elég durva számok vannak. Szóval az induló ár az 27 millió, de ez tényleg a fapad, ez az autó valószínűleg nem létezik. Hogyha kérünk egy kétszínű fényezést, az 1,87 millió, prémium interior csomag 979 ezer forint, vonóhorog 621 ezer forint, hálózati töltőkábel 116 ezer forint, komolyabb infotainment 990 ezer forint, elektromos ajtónyitás, tényleg ez 563 ezer forint, és 905 ezeret a vezetőasszisztensért is elkérnek. Tehát
tényleg erre az autóra ráextráztak több mint 12 millió forintot, majdnem 13-at. És hát német autógyártóról van szó, mindig drágán mérték az extrákat, meg a magyar forint is gyenge, de én azért egy kicsit erősnek tartom a 40 millió forintot. Ezért nagyon tetszik, nagyon vágyom rá, de tudom, árfolyamkockázat van, gyenge forint van, minden egyéb van, egész egyszerűen ezt nem tudom ezt az árat megindokolni. Írjátok meg, hogy mit gondoltok, nyomjatok csengőt, lájkot, kommenteljetek, hogy tetszette a videó, hogy csináljunk-e még ilyen szeret, nem szeretet, aztán pedig hamarosan újra találkozunk.